A vendégek indították jobban a mérkőzést, Gosztonyi nem sokkal a kezdés után gólt szerezhetett volna, azonban kimaradt az ígyszer. A 13. percben egy szögletet követően előnybe került a házigazda, a kapu elé lőtt labdát Szatmári továbbította a hálóba. A 25. percben növelte előnyét a Loki, szabadrugásból Varga talált Minka kapujába. Két perc múlva szépített a Kisvárda, Kovács Léti játszotta tisztára magát a bal oldalon, beadását pedig Grozán váltotta gólra. A szünetig újabb lehetőségei voltak a Kisvárdának, azonban a félidőre 2-1-es hazai vezetésnél vonultak le a csapatok. A második játékrészt is a vendégek kezdték jobban, gólt azonban a hazaiak szereztek, a 63. percben Graba lőtte a kapu bal oldalába a labdát. A 4-1-es végeredmény a 4 perces hosszabbítás utolsó pillanatában alakult ki, egy baloldali szögletet követően Pákovics fejesetett pontot a mérkőzés végére. A Kisvárda vezetőedzője Mirdzsa László pozitívunként értékelte, hogy sok helyzetet alakítottak ki, negatívunként viszont a helyzetek elhibázását és a pontrúgásból kapott gólokat említette meg a szakember. A hazaiak mestere Herceg András szerint megérdemelten szerezte meg a 3 pontot a Loki. Kezdeményezőleg léptünk fel, ami akaratunk érvényesült, a mérkőzés nagy részében is. 2-0 után nagyon hirtelen gyorsan jött a Kisvárdának a szépítő találata, ez elbizonytalanította a csapatot, így voltak nehéz pillanataink, illetve még a második fél elején volt egy kis zavar a játékunkban, de ezt követően ezt sikerült orvosolni, és úgy gondolom, hogy maga biztos jó játékot nyújtotta a csapat, és megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést. Felhívtuk a figyelmet azokra a hibákra, amiből a Kisvárdának voltak veszélyes lehetőségei, mert voltak nehéz pillanatok a mi kapunk előtt is, hiszen a Kisvárdának voltak jó támadásai, de két olyan helyzetük volt egy indokolatlan passzokból, amit tehát nem az a játék, ezt átbeszéltük, hogy ezt próbáljuk mellőzni, illetve a védekezésről beszéltünk még át egy pár dolgot, tehát ilyenkor félidőben mindig próbálja az embereket a hibákat javítani, illetve ami pozitívum meg jó, az kihangsúlyozni, hogy továbbra is ebbe a felfogásba, és azt gondolom, hogy mérkőzés nagy részében érvényesült is a felfogásunk. A forduló további eredményei a következők: Kaposvár Mezőkövesd 1-2, Diógyűr Újpest 1-2, Paks Budapest Honvéd 3-1 és Puskás Akadémia Molfehérvár FC 0-2. A Zalaegerszeg-Ferencváros mérkőzés későbbre halasztották. Két fordulót követően a 6 pontos Molfehérvár FC áll a tabella élén, megelőzve a szintén 6 pontos Mezőkövesdet. A 3 ponttal a 8. Kisvárda szombaton Budapesten a Honvéd ellen lép pályára.